Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Új időpontban a Híradó és Jakubcsek között az Egyenes Beszéd 4-8-tól a szokásos elkötelezettséggel. Remélem, hogy nem csalódnak bennünk ma este sem. Lendvai Ildikóval és Kovács Zoltánnal kezdjük a műsort. Jó estét! Na meg Köccsével. Köccsével, ami olyan egy kicsikét, mint egy ilyen zárt házi buli, de hát ez mindig is így volt. Nem nagyon lehet bejutni, nagyon nehezen szivárognak a hírek, és leginkább azok szivárognak, amiket szivárogtatni akarnak, egészen addig, ameddig valaki el nem kezd beszélni, és akkor azért a többieknek is megered a nyelve a jelek szerint. Így tudtuk meg, hogy Orbán Viktor miket beszélt, Csuha Ildikó, az ATV főmunkatársa elég nagy részletességgel be is számol arról, hogy mik voltak a főbb megállapítások. Beszélt a kultúráról, nem keveset meglepő módon, és persze beszélt a Sargentini jelentésről és a körül lévő brüsszeli hercehurcáról. Egyenesen ezt úgy láttatja, mintha ez két ember, Macron és Orbán Viktor saját házi háborúja lenne, ami ilyen módon egy nagy európai küzdelemmé válik. Van ebben igazsága, vagy saját magának épít egy szobrot? Részigazsága van. Ennek a két szemléletnek, ennek a két politikának, az Európai Szövetséget erősítő és az Európai Szövetséget gyengítő politikának, ez az igazi vita, nem is a migráció, ennek valóban összecsapása várható. Hát Orbán egy kicsit nyilván föltupírozza a saját egyébként létező jelentőségét azzal, hogy úgy viselkedik, mintha ez egy személyes párviadal lenne, mint Baradlai Richárd és Palvic Ottó, a kőszívű ember fiaiban, akik ugye eldöntötték Budavár bevételét. Ez így azért túlzás, ezt Orbán szeretné, meg is próbál majd úgy viselkedni, de azért az erőviszonyok nem egyformák. Igaziból persze hihetetlen hülyítés lesz, és van már ezzel kapcsolatban is. Én már nem tudom, Zoli biztos tudja, hogy melyik kormányoldali sajtóban olvastam, hogy azt mondja, Macron valójában az európai lakosság cseréjét akarja, azért olyan, amilyen. Mondják ezt a francia elnökről, ismervén vagy nem ismervén a francia nemzeti Loire-hoz fűződő hagyományokat, hogy ő ki akarja cserélni a saját lakosságát. Igen, amit az ember hall hétről hétre, meg most már persze évről évre, azon elég nehéz túltenni, de most azt hiszem, hogy eljutottunk valami csúcsra járatott helyzetig, amikor már tényleg ezeket nem lehet már felülmúlni. Az, hogy Macron és Orbán Viktor, az Orbán Viktornak ugye egy siker, hogy önmagában Macronnal vitatkozik, de hát itt nem csak erről van azért szó, valamit Ildikó mondott, hogy Európa egységéről, vagy a múltról, vagy a jövőről van szó, itt a néppártról is azért szó van, akárhogy is nézzük. A néppárt most már vagy most a szó jó értelműen megtisztítja magát ezektől a szélsőjobboldali őrületektől, amit azért Orbán főként a migráns ügyben képvisel, és akkor Orbán Viktorot elücsöröket a szélsőjobboldali barátai között, és elveszti a súlyát. Tehát itt azért van egy nagyon nagy tétje is ennek a dolognak. Vagy szakad a néppárt? Azt nem hiszem, hogy a néppárt szakad, de szerintem, ha Orbán valamiféleképpen kikerül a néppártból, az a néppártnak biztos, hogy jót tesz. Na de ha bennmarad? Az nagyon rosszat tesz. Ugyanis akkor kiderül, hogy ezek szövegek. Ezek gyakorlatilag nem tudják megvalósítani azt, amit egyébként az európai értékrendben értenek. Tehát ami a Sargentini jelentésben le van írva, és hogyha azt valaki elolvassa, a migráns ügyről szól a legkevésbé. Ott sajtóról van szó, ott állami tulajdonról, ott minden... Igazságszolgáltatásról, mindenről szó van, ami az európai értékekkel szembe megy. Tehát itt most vagy állást foglalnak, vagy nem tudom utána mi következik, mert utána nincs értelme a további szövegnek. Ledva Ildikó előbb mondott egy fél mondatot Orbán Viktor ténylegesen meglévő jelentőségéről, ami azért érdekes, mert egy héttel ezelőtt itt a DK-s Európai Parlamenti képviselővel Molnár Csabával egy eléggé éles vitába keveredtünk arról, hogy van-e egyáltalán jelentősége Orbán Viktornak európai szinten, és ő azt állította, azt hiszem talán pontosan emlékszem rá, hogy Orbán Viktor Európában egy senki. Ezt ugye... Ezt én azért nem hiszem, hogy nem akkor, így látom. Akkor én ezt vitattam, ő meg most egészen egyértelműen úgy fogalmazott, hogy azért valaki. Én sem vagyok híve, hogy az ő képességeit fetisizáljuk, vagy őt magát démonizálva növeljük meg.
de hogy a nemzetközi jelentőségét sajnos sikerült növelnie, mert éppen más országok szélsőjobb radikális pártjaival, politikusaival ki tudott alakítani egy szövetséget, az biztos. Itthon ez persze tovább tupírozza, úgy viselkedik, mintha ő lenne Európa ura. Ez nincs így, de jelentősége van. Éppen ezért, mivel ezt a jelentőséget ártó hatásra használja, ezért volna nagy fontossága annak, amit Zoli elmondott, hogy a néppárt felvállalja ezt a politikát, eltűri ezt a politikát, vagy kenyértörésre viszi a dolgot. Voltak ugye olyan háttérpletykák, hogy hát ugye az világos, hogy a néppártnak EP választás előtt azért nem jön jól egy belső konfliktus, mert csak a Fidesz képviselők vannak valahányan. Éppen ezért jöttek ezek a pletykák, hogy megpróbálnak vele háttéregyességet kötni, hogy például a CEU ügyet engedje el. Ugye úgy hílik, hogy kedd este erről még a döntés igen, előtt ez lesz még egy nem megbeszélés el, a néppárt vezetőivel. De abban egyetértek Zolival, hogy hát nyilván nem én mondom meg, hogy mi a néppárt érdeke, de végképp kompromitálja magát, ha tovább szembe menve a saját elveivel, már a néppárti frakció ezt a dolgot megtűnik. Van itt még egy érdekes dolog, most valahogy hirtelen Macron lett az első számú ellenfele Orbán Viktornak. Korábban Angela Merkel-el vívott jelentős csatákat, legalábbis szóban. Most Angela Merkel, mintha ebből az egész purpardéból teljesen kikeveredett volna, miközben a külföldi szemlézők általában úgy szoktak fogalmazni, hogy igazából Merkelről szól ez a történet, és nem Macronról. Orbán ellenfelet váltott? Hát, ugye Köcsén azt mondta, hogy a döntés Merkel kezében van. Nem váltott ellenfelet, az kétségtelen, hogy Magyarország és Németország kapcsolatai azok mindenkinek fontosak, a németeknek is fontosak. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy holnap után, vagy valamikor, amikor a döntés van, akkor a néppárt, akármilyen választás jön májusban, ahhoz, hogy választást tudjon nyerni, én szerintem nem hűlt meg egészen Nyugat-Európa, meg Németország, meg mindenki, ott az, hogyha tényleg kiáll a saját értékei mellett, az többet hoz a konyhára, mint hogyha most megint elmaszatolja ezt a kérdést. Nagyon sokszor elmaszatolta már ezt a kérdést. Hogy vissza, de nem az érdeke mindenkinek, hogy ne legyen kétharmad, hanem mondjuk legyen többség a Sargentini jelentés mellett, azt lehet mondani, hogy az Európai Unió kiállt az értékei mellett, de nincs következmény. Tehát nem kell csinálni semmit, nem változik semmi, a status quo nem változik. Következmények nélkül szerintem előtt az Európai Unió gyengülni fog. Tehát valameddig el kell vinni ezt a kérdést most már. Nyilván ez a hetes székely nem lép életbe, mert Lengyelország megvétózza. De nem mindegy, hogy meddig jut el. És abban biztos vagyok, hogy valamiféle tisztulási folyamatnak egy fontos mozzanata lesz a szerda, és a néppárt meg tud erősödni akkor, ugye hát, hogyha tudnánk előre, hogy mennyi képviselőt hoz a Fidesz, akkor könnyű dolga lenne mindenkinek. Én úgy érzem, hogy azzal, hogy a Fideszt végül is elmarasztalja ez a határozat ezzel magának. Mennyire szól ez Magyarországról, és mennyire Európáról, ami most Brüsszelben, Strasbourgban ráadásul egészen pontosan zajlik majd? Szól Európa önbecsüléséről, az értékeihez való ragaszkodásról, hogy egyáltalán van-e bármi ereje ezeket az értékeket érvényesíteni, de ugyanakkor szól konkrétan rólunk. Mondta, hogy talán mindenkinek az az érdeke, hogy ne legyen kétharmad, csak idézőjelben többség. A kétharmad elsősorban nekünk, magyaroknak, már állampolgároknak, és nem a kormánynak az érdeke, mert ha ez a kétharmad megvan, akkor a következő fázisban a tanács ajánlásokat tesz Magyarországnak, és ahogy itt elhangzott, csupa olyan téma van, ami nekünk a bőrünkre megy. Mondjuk, hogy el lehet-e venni a gyereket a kilakoltatott családtól, mondjuk, hogy a sztrájkjog, ami sztrájk jogtalanság inkább, vagy jogfosztás, így marad-e, mondjuk, hogy rendben van-e, hogy a közigazgatási bíróságon olyan bírák lesznek, ahol én, mint állampolgár az állammal szemben mindig alul maradok. De ha ez így van, és akkor mi tartott van ennyi ideig az MSZP-nek, hogy eldöntsön, megszavazza vagy nem a Sargentini jelentést? A DK ugye az első perctől kezdve beleállt, azt mondták, hogy ez nem kérdés számukra. Az MSZP-nek miért volt az? Őszintén szólva, számomra nem volt kérdés, de hát nyilván beszéltem is a kollégákkal, elsősorban az LP
képviselőivel, hogy ez lesz a vége. Nyilván nagyon demokratikusan akartak eljárni a kollégák, és akartak rá egy elnökségi pecsétet, csak sugva mondom, én is jobban örültem volna, ha előbb születik meg ez a döntés, és előbb lehet egyértelműen beszélni róla. De a lényeg, hogy megszületett ugyanazon az alapon, hogy ez nem a magyarokat bántja, sőt nekünk érdekünk, hanem a magyar kormány ugyanabban kritizálja, amit egyébként a hazai ellenzék százszor elszólt. Egyébként az érdekes, bocsánat, hogy a kérdésedre én is egy mondattal válaszoljak. Évek óta megy ez az ellenzéki szöveg Orbán Viktor ellen és a kormányzati politika ellen. Most én tényleg igazán elcsodálkozom azon, hogy miért is, min is volt ez a vita? Hogy tényleg jó lenne tudni azért, hogy mit vitatott az MSZP-nek a elnöksége, meg mit vitat az LMP. Ott még mindig nincs döntés. Ott még mindig nincs döntés, de akkor miről beszélnek? Én szerintem arról nem voltam ott a, talán még most is tartó, vagy ezt a napi rendet nemrég fejezték be elnökségi ülésen, de azért, hát nem csak a saját pártom fényezése miatt mondom, azon valóban kell gondolkodni, vitatkozni, hogy milyennek, hogy mi, hogyan magyarázzuk ezt a hazai állampolgárnak. Tehát, hogy mit mondunk, hogy melyik az hogy a pont, konkrétan amit mit válasz az MSZP arra, amikor azt mondja, akkor... De bocsánat, mert amikor a kormányzat azt mondja, hogy ezek hazárulók, akik megszavazzák a Sargentini jelentést... Mit mond a kormány, úgyis azt fogják mondani. De 3 millió ember számára az jelenti az értékrendet ma Magyarországon. De éppen ezért kell kitalálni, és nagyon örülök, hogy a döntés most már világos, hogy ennek a 3 millió embernek hogy próbáljuk elmagyarázni, egy ember, hát a te bőrödre megy a játék, ha ez a pasi már, mint a te miniszterelnököd itt ugyanígy folytatja. Igen, de Ildikó, ez 5 hónapja tudható, hogy ez a döntési nap eljön. Hogyha 5 hónapja nem tudják azt, mert az utolsó nap kell eldönteni azt, hogy hogyan kommunikálják ezt a nem szavazatot. Hisszük el azt, hogy a Sargentini jelentés megismerése után kell döntenie egy pártnak? Kapásból kell, tehát olyan nagyon régen nem. Tehát kapásból kell tudnia válaszolni arra, hogyha valaki kritizálja a kormányt, akkor mi az a mellé... kapásból? Hát mondod, 5 hónappal ezelőtt is lehetett ezt tudni. A tehát lesz egy ilyen jelentés, ezt lehetett tudni. Mi van benne, azt nem. Igen, lehet azon vitatkozni, hogy miért nem 1 héttel, 2 héttel, 1 hónappal előtt született a döntés, de az időrendnél én azért mégis azt tartom fontosabbnak, hogy az ellenzéknek az a része, amit a jövő, amelyik a jövőben is ellenzéknek akarja magát nevezni, az ezt a jelentést és ennek a jogos kritikáját nem utasíthatja el, és végül is, hát hála Isten, ez a döntés. Maradt 3 perc a kultúrharcra, lehet, hogy többet nem is ér. Orbán Viktor úgy fogalmazott, mi győzünk, ők veszítenek, Ronald Reagant idézted, ő a hidegháborúval és Szovjetunióval kapcsolatban fogalmazott így. Az egy egész kemény helyzet volt. Ilyen a magyar kultúrában is a helyzet? Ennyire kemény a helyzet? Szerintem kultúrharcot pénzzel nem lehet megnyerni. Ő úgy gondolja, hogy meg lehet, Amerika egyébként pénzzel nyerte meg az oroszok elleni háborút, mert egyszerűen gazdagabb volt. Kultúrharcot olyan eszközökkel, mint ahogy a hidegháborút nem lehet megnyerni. Pedig nem lehet Pest idézte Orbán. Igen, azért mondom, hogy hát ez egy tévedés, ez egy teljes, jól hangzik, csak nincs semmi értelme. Lehet, mondjuk nem az első ilyen mondat hangzott el a kormány főszájából. Szerintem le kéne akasztani olyan embereket, akiket olvasnak, akiket néznek. Ez nem ez hogy lehet leakasztani hát ilyen embereket? Úgy gondolja, hogy oda megyek a falhoz. A futballistát sem tudunk így leakasztani, hát pedig abban is van pénz. Hát látjuk pontosan. Azért egy veszélye van ennek. Én is azt hiszem, hogy politikai diktátummal nem lehet előtt, hogy ki a jó író és ki a rossz író. Ebben csak vereséget lehet szenvedni hosszú távon. De rövid távon sok bajt lehet okozni azzal, és ez volt talán Orbán e témában legveszélyesebb mondata, hogyha a kultúrharcot intézményekre terjesztik ki, ugye most valami ilyesmit mondott, hogy intézményesíteni jön. Mert akkor intézményesíteni kell. Igen. Ez azt jelenti, hogy kidobhatnak embereket, akik jó kulturális műhelyeket tartottak fenn, oda vihetnek némandokat, hát eddig is ez már számtalanszor megtörtént, de a tehetségtelenségnek és az elfogultságnak egyfajta eszkalációja bekövetkezhet. Bekövetkezhet, valóban azt megtehetik, hogy nem engedik föllépni az embereket, például, már az írókat, ahogy eddig is ilyen, megtették, hogy lemondták, visszamondták, nem merték meghívni, ez eddig is volt. Érdekes, hogy ennek sincs igazából. Nem hiszem, hogy hosszú távon lesz ennek ereje, ahogy Ildikó mondta, rövid távon lehet, hát nem látják a
azokat az írókat, akik eddig láttak, hanem láttak olyan emberek, látnak olyan embereket, nem akarok senkit se bántani, de akit eddig azt se tudták, hogy a világon van. Nem véletlenül olvassa az ember ezt, meg azt, meg amaszt, és nem véletlenül nem olvassa emeszt, meg amaszt. Nem lehet, azért nem olvassa, mert nem tud róla? Mert nem jutott el hozzá, ugye erre hivatkoznak jelenleg a jobboldali megmondó emberek. Egy csomó olyan szerző van, akik nem jutottak el a közönség, el voltak nyomva. Marhaság, halálra támogatják az ő könyveiknek a kiadását, az ő lapjaikat, igen, a többit nem, hát erről Zoli tudna mesélni. Tehát mindent lehet mondani, csak azt, hogy az ő patronátjaiknak ne lett volna média felülete, és ne lett volna akár a Magyar Művészeti Akadémián vagy más szervezeteken keresztül hatalmas támogatás. Ne hördülj fel, az ÉS-ben megjelenhet jobboldali költőverse? Miért ne jelenhet? És te honnan tudod, hogy jobboldali erő? Fogalmam sincs. Hát pontosan ezért mondom, hogy miért ne? Miért ne jelenhetne meg? Most én nem akarok névsorolvasást tartani, mert méltatlan lenne a költőhöz is, meg a laphoz is, de teljesen világos, hogy megjelenhet. Sőt, tovább és megyek. És kaptok is jobboldalinak elkönyvelt szerzőktől igen. Kéziratokat? Igen, hát nincs ebben semmi különös. Van. Egyébként ráadásul attól izgalmasabb a dolog. Én arra emlékszem, hogy sokszor direkt kereste, például Eszterházy Péter volt egy sorozata, az Egy könyv című sorozat, igen. Nagyon klassz volt. És olyan örömmel hozta, amikor egy vállaltan, világnézetileg más ember, más világnézet szabadja, más embernek a könyvét hozta. De, mert ez a normális. Hát ez ugyanezt akartam mondani. A normalitás jegyében beszélgettünk ezek szerint. Köszönöm szépen! Köszönjük. Köszönöm.